ha megnézzük őket, most mindenkin egy-egy kölyköt látok, holott igazából itt két anyuka van, és két ikerpár. Ez azt jelenti, hogy a nőstények dajkadat szövetségben vannak, tehát átveszik egymás kölykét is, illetve akinek nincs kölyke, ő is segít a többieknek a nevelésbe. Tehát most a négy apróság, a két ikerpár, ők négy különböző nőstényen tartózkodnak. Így osztják meg a feladatokat a gyűrűs farkú makik. Korábban macska makiknak hívták őket a furcsa hangjuk miatt. Ez a hang akár riasztás is lehetne, olyankor is ezt hallatják, amikor egy ragadozó madár kering a területük fölött. De más módon is tudnak jelzést adni egymásnak. Nagyon sokféleképpen kommunikálnak egymással ezek az állatok, leginkább egyébként szagjelekkel, hogyha bármilyen probléma van, vagy pedig a területeket meg akarják jelölni, akkor az ivarmirigyek segítségével hozzádörzsölik különféle felületekhez ezeket a pontokat, de emellett vizuális és hangkommunikációval is beszélgetnek. A gyűrűs farkú makik a Nyíregyházi Állatpark több kifutójában is megtalálhatóak, összesen 40-en. Ezen a területen 18 egyed éli a mindennapjait, köztük a két-három hetes ikerpár. Ők még a nap nagy részében valamelyik nőstény hasán csimpaszkodnak, vagy épp a hátán lovagolnak, de egyre gyakrabban indulnak önállóan felfedező útra a faágak között. A kicsik az első 5 hónapban elsősorban anyatejet fogyasztanak, de hamarosan ők is elkezdik fogyasztani a lédús takarmányt, sőt ilyenkor tavasszal ebben a hatalmas kifutóban rügyet is szoktak enni ezek az állatok. A közös reggeli napfürdőzésbe már a kicsik is beszállnak, és mivel van még termékeny nőstény a csapatban, a szaporodási időszak pedig még tart, így valószínűleg a közeljövőben még nagyobbra nő a nyíregyházi maki csapat létszáma.